Az országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy az orosz-ukrán háború miatti tavaly májusban kihirdetett veszélyhelyzetet ismét meghosszabbítsa 180 nappal, ezúttal 2024. május 23-áig. A képviselők 131 igen, 52 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett kétharmados többséggel fogadták el a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását. A kormány még 2022. májusában hirdetett veszélyhelyzetet az ukrajnai háború miatt, és annak meghosszabbítására a parlament már többször is felhatalmazást adott, legutóbb idén májusban. Az igazságügyi miniszter által beterjesztett mostani törvénymódosítást azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban sem változtak az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint ezek magyarországi, különösen menekült ügyi, gazdasági és energetikai következményei. Répási Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára az előterjesztés vitájában azt mondta, a törvénymódosítással biztosítható a hatékony és gyors kormányzati döntéshozatal ahhoz, hogy a háború okozta nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. Kitért arra is, hogy a kormány felhatalmazásának van időkorlátja, emellett a kabinetnek tájékoztatási kötelezettsége van a parlament felé. A magyar haderőt ütőképessé, a hadipart pedig versenyképessé kell tennünk, mert ez az ország biztonságának garantálása mellett a gazdaság növekedését is szolgálja, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető a Védelemipari Beszállító Fejlesztési Program konferenciáján a Bálna Honvédelmi Központban hangsúlyozta, a korábbi kormányok elhibázott katona politikája azt eredményezte, hogy a magyar honvédség leépült. A 2010-es kormányváltás után azonban az Orbán kormány felismerte, hogy a magyar emberek védelmének garantálásához a haderőt meg kell erősíteni, az önálló védelmi ipart pedig vissza kell építeni. Ezért indult el 2016-ban a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amelynek végrehajtása mellett a kormány továbbra is elkötelezett, mondta. Kiemelte, mára a biztonsági helyzet megváltozott és folyamatos a migrációs nyomás az országon, így a haderő és védelmi ipar fejlesztéséről szóló időben meghozott döntés már a helyzeti előnyé és stratégiai lehetőségé vált Magyarország számára. Elmondta, a védelmi ipar fejlesztése érdekében számos nagyvállalattal kötöttek stratégiai megállapodást, és hoztak létre vegyes vállalatot. A miniszter kiemelte, a cél az, hogy a magyar tulajdonú vállalatok minél nagyobb arányban tudjanak bekapcsolódni a védelmi ipari fejlesztésbe és termelésbe. A köztársasági elnök által életre hívott demográfiai kerekasztal célja az együttgondolkodás, azoknak a kérdéseknek a felvetése, amelyek megválaszolásával elérhető a demográfiai fordulat Magyarországon, mondta Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár kedden a Kossuth Rádió műsorában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, a demográfiai kerekasztal titkára a testület hétfői alakulóülésének apropóján arról beszélt, Magyarországon 13 éve családbarát fordulat történt, de Európa és a világ számos országához hasonlóan még nem következett be a demográfiai fordulat. Magyarország a családok mellett tette le a voksát Európa számos országával ellentétben, ahol a migrációt gondolják megoldásnak, mondta. Hozzátéve, a kormány az elmúlt 13 évben több mint 30 intézkedést hozott a családok érdekében. Megjegyeztem, a számok igazolják, hogy jó döntés született. A teljes termékenységi arányszám Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben Európában. Az államtitkár szerint a demográfiai fordulat eléréséhez együtt gondolkodásra van szükség, az állami és a civil szféra, az egyházak, valamint a tudományos világ képviselőivel arról, hogy a már kialakított eszközrendszert hogyan lehetne tovább finomítani olyan elemekkel, amelyek érdemben hozzá tudnak járulni a gyerekszületésekhez. Megmarad az 500 pontos felvételi rendszer, de az egyetemek ez évtől nagyobb mozgásteret kapnak abban, hogy mely tantárgyakat fogadják el és milyen plusz teljesítményért adnak többletpontot.
közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. A megújult felsőoktatási felvételi eljárás részleteit bemutató sajtótájékoztatón kedden Budapesten. Varga Bajusz Veronika elmondta, a jelentkezőknek megéri emelt szintű érettségit választaniuk, mert az emelt vizsga esetén minden elért százalék után egy pont jár majd a felvételin, a középszintű vizsgáért viszont csak az elért százalék kétharmada szerinti pontszámot kapják meg a diákok. Hozzátette, eddig központilag meghatározott esetekben jár többletpont, idéntől azonban az intézmények maguk döntik el, hogy a 100 pontot milyen plusz teljesítményért, vállalásért ítélik oda. Szinte minden egyetemen elismerik a nyelvvizsgát, az emelt szintű érettségit, a sportsikereket és a tanulmányi versenyeken elért eredményeket, de az intézmények saját döntése alapján akár munkatapasztalat, szóbeli felvételi, előképzettség, önkéntesség vagy valamilyen felkészítő tanfolyam elvégzése is eredményezhet többletpontokat, mutatott rá Varga Bajusz Veronika. Kiemelte azt is, hogy az önkéntes, tartalékos katonai szolgálat annak idejétől és tartalmától függően 16, 32 vagy 64 pontot jelenthet. Ezzel akár 500 feletti pontszám is összegyűjthető. A helyettes államtitkár szavai szerint az új rendszerrel az egyetemek jobban, célzottabban, rugalmasabban alakíthatják ki azokat a szempontokat, amelyek alapján kiválasztják leendő hallgatóikat. A változtatások egyúttal a diákok számára is kedvezőek, fűzte hozzá. 2024. január 1-től indul a kötelező visszaváltási rendszer, amely a 0,1-től 3 literes űrtartalmú műanyag, fém vagy üveg csomagolású italtermékeket érinti. A visszaváltási díj palackonként 50 forint, nem a gyártók bevételét gyarapítja, hanem a hatékonyabb, fenntarthatóbb hulladékkezelés megvalósítását szolgálja. Közölte az MT-vel hétfőn a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a fogyasztókat érintő legnagyobb újdonság, hogy a nem újrahasználható csomagolások esetében is visszaváltási díjjal növelten tudják megvásárolni a termékeket. Kiemelték, a fogyasztók a visszaváltási díj miatt magasabb árakkal találkozhatnak majd a boltokban, azonban a visszaváltást követően ezt a díjat akár háromféle módon is megkaphatják. A kötelező visszaváltási rendszert működtető MOL hulladékgazdálkodási ZRT országos lefedettséggel automata, illetve kézi visszaváltási hálózatot alakít ki, hogy a vásárlók a fogyasztói árban szereplő visszaváltási díjat visszakaphassák. A kötelező visszaváltási díj azokra a palackokra vonatkozik, amelyeket a gyártók és az első hazai forgalomba hozó importőrök regisztráltak a MOHU rendszerében, és 2024. január 1-e után hoznak forgalomba. Ezeket a termékeket egy logóval és új vonalkóddal azonosítják majd, írják. A visszaváltás az új vonalkódok leolvasásán és a termék regisztrálásán alapul, és a csomagolás épségét, fizikai paramétereit is ellenőrzik. Hangsúlyozták, fontos tudni, hogy az automaták csak épp eredeti alakját megőrző, jól olvasható vonalkódú termékeket fogadnak el visszaváltásra. Az elmúlt évek válsághelyzetei megmutatták, hogy az élelmiszerellátás, az élelmezési önrendelkezés nemzet stratégiai, sőt már a világos, hogy biztonságpolitikai kérdés is. Hangsúlyozta az agrárminiszter múlt csütörtökön a Gyermei ZRT mintegy 3 milliárd forintból épült új gabonatárolóinak átadásán. Nagy István szerint a magyar kormány legfontosabb feladata az, hogy minél több eszközt és segítséget adjon a gazdálkodóknak, termelőknek és élelmiszeripari vállalkozásoknak, hogy alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó környezethez. A tárcavezető a Gyermei ZRT-ről elmondta, hogy a vállalatcsoport termékei előállítására egy teljesen zárt, vertikális integrációt működtet, amely európai szinten is egyedülálló, és jelentős mennyiségi és minőségi biztonságot jelent az előállított termékeknél. Kiemelte, hogy azokban az ágazatokban van töretlen fejlődés és biztonság, ahol a legmagasabb szintű az integráció, mert ahol az integráció 50% alatti óriási problémákat okoz a kiszámíthatóság és biztonság hiánya. Tóth Béla, a Gyermei ZRT igazgatóságának elnöke kiemelte, hogy egy malomipari vállalkozás sikeréhez megfelelő gabonatároló kell.
Ezért is döntöttek a beruházás mellett. A 3 milliárd forintból épített új silóikhoz 1,5 milliárd forint állami támogatást kaptak. Megjegyezte, hogy a 40 ezer tonnás kapacitású silókban 3 milliárd forint értékű gabonát tudnak tárolni. Komárom visszacsatolásának 85. évfordulójára emlékeztek november 6-án. Az Endres Csoport Egyesület, a Magyar Hatodosok Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a Tolma Baranta Egyesület által szervezett programra a Városháza dísztermébe várták az érdeklődőket, ahol a Felvidék visszacsatolása a Román Történetírásban címmel dr. Kő Artúr történész, a Magyarságkutató Intézet munkatársa tartott előadást. A megemlékezés a Horthy emléktáblánál folytatódott, ahonnan 1938-ban a kormányzó Észak-Komáromba indult. Itt dr. Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem református teológiai karának dékánja mondott beszédet. Odáti magyarként először is hadd köszönjem meg önöknek, hogy emlékeznek erre a 85 évvel ezelőtti eseményre, amelyet évtizedeken át tilos volt még csak megemlíteni is, mondta dr. Somogyi Alfréd. A Horthy emléktábla koszorúzását követően a megemlékezők ezután a két városrész összetartozását jelképező Turul szoborig sétáltak, ahol szintén elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Október 27-én indította útnak új közösségi környezettudatossági projektjét a KÖSZ, azaz a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők Egyesülete. A rendezvénynek a komáromi monostori erőd adott otthont. A projekt egyik fő célja, hogy hulladékgyűjtéseket szervezzenek a Dunaparton, Komáromtól egészen Esztergomig. A megjelenteket Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos, dr. Molnár Attila polgármester és Turi Ádám a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnöke köszöntötte. Sajnos manapság még sokan nem tekintik fontosnak a környezetvédelem jelentőségét. Míg más óvja a természetet, ők szemetelnek. Ezért van nagy szükség olyanokra, akik elkötelezettek a zöld értékek mellett, emelte ki Cunyiné dr. Bertalan Judit. Dr. Molnár Attila hozzátette, ez a projekt példaértékű, és büszkék vagyunk arra, hogy Komáromból indult útjára, hiszen sokan és sokat beszélnek a klímavédelemről, de fontos, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tegyünk is érte. Az összegyűjtött hulladék nagy részét a tervek szerint mi hamarabb újra hasznosítanák. A hulladékokból virágtartókat szeretnénk készíteni, melyekbe ott helyben virágmagokat is ültetnénk. Az üzenet így egyértelművé válhat mindenki számára. A hulladékból egy új termék válik, a szemétből új élet fakad. Foglalta össze röviden dr. Fehérvári Dávid, a KÖSZ elnöke. A rendezvény sorozat 2024 elején indul, melynek során mintegy 6 alkalommal vonulnak ki majd az önkéntesek a terepre, illetve tervben van egy 5 napos tábor megrendezése is. Október 30-án nyitotta meg kapuit a társasjátékok szerelmeseinek és az érdeklődőknek a Társas Kamra Szőnyben, ahol több mint 270 társasjátékot kölcsönözhetnek ki az érdeklődők. Az ötletgazda Szelec Felner Ildikó, aki egy óvodai szülői értekezleten hallott arról, hogy a gyerekek nagyon keveset találkoznak a különféle társasjátékokkal. A család életében nagy szerepet játszik a társasjáték, a digitalizált eszközöket a háttérbe szorították, és azóta a legkisebb családtagok életében is komoly pozitív változások álltak. Amellett, hogy hasznosan és közösen töltjük el a szabadidőnket, újra előjött a gyerekekből a kreativitás, az önállóság, és hamarabb feltalálják magukat, hangsúlyozta Szelec Felner Ildikó. A társasjátékokat 10 kategóriába sorolták, melyeket különféle összegekért lehet bérelni egy héten át. A társasjátékokról, a kölcsönzés menetéről, a bérleti díjakról a Társas Kamara Facebook oldalán találhatunk fontos és pontos információkat. A Magyar Marketing Szövetség minden évben meghirdeti az év honlapja pályázatot, melynek közönség díjáért az idén Komárom is versenybe szállt. A Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft. Által üzemeltetett Komárom turisztikai honlapjára, az iránykomárom.hu weboldalra december 15-ig várják a szavazatokat. Az iránykomárom.hu oldal jó 10 évvel ezelőtt indult, 2021-ben kezdtük ismételt erővel újra frissíteni.
A weboldal két nagy részre osztható. Az egyik a helyi szállásadókat és szolgáltatókat mutatja be, a rengeteg aktuális tartalommal, új fényképpel és videóval. A másik részében egy folyamatosan frissülő naprakész programnaptár találhatnak a böngészők, ahol az összes komáromi rendezvény tematikája és időpontja elérhető az érdeklődők számára. Mutatta be röviden a felületet Horváth László, a Komárom Turinform iroda marketing menedzsere. Az év honlapja pályázaton jelenleg ugyanaz, élen állunk, ugyanakkor mindenkit arra biztatok, hogy szavazzanak. Mivel a verseny nagyon szoros, mindösszesen néhány szavazat különbség van, város és a második helyezett között. Hívta fel a figyelmet Radics Gábor, a Komáromi Város Marketing Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Csütörtökön ismét déli esre fordul a szél, a Dunántúlon erős lökések kísérhetik. A reggeli pára és ködfoltok megszűnését követően napos, fátyolfelhős időre van kilátás. Esni nem fog, kora reggel -2, +5, napközben 10 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken felhős időre készülhetünk nyugat felől, reggeltől egyre több felé elered az eső. A csapadék kelet-észak-kelet felé fog áthelyeződni. A déli délkeleti szél élénk, néhol erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között alakul. Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lehet az ég, több helyen számíthatunk csapadékra. A délnyugati majd a nyugati észak-nyugati szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. Hajnalban 2-10, a kora délutáni órákban 7 és 15 fokot mérhetünk. Vasárnap megszűnik a csapadék, 6 és 11 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet. A jövő hét elején felhős idő lesz, kis napsütéssel, 7 és 12 fokkal.